Kezdjük ott, hogy ennek az állatnak kétféle megjelenés formája van, és hogy mi a különbség. Igen, tehát az édesvízi medúza egy csalánozó, kettő fő élet ciklusa vagy szakasza van, az egyik a rögzült életformájú polip, a másik pedig a medúza, a szabadon úszó medúza. Az elmúlt pár évben egyre többször jelentek meg édesvízi medúzák a Duna mellékágaiban. Legutóbb a faddombori holtákban észleltek tömeges medúza előfordulást. A szokatlan jelenség a környező országokban, Bécsben és Szlovákiában is előfordult. Megkerestük az Ökológiai Kutatóintézetet, hogy magyarázzák el a jelenséget. Az édesvízi medúza egy Kínából származó invazív faj. Az invazív fajoknál ahhoz, hogy előfordulhasson, bizonyos szintű segítség az, hogyha zavart a környezet. Ami a Duna menti élő helyeket, illetve előfordulásokat vonatkozik, például a kikötők térsége. Például egy folyóvíz mentén ugye kikötők állóvizet jelentenek. Egy állóvíz sokkal gyorsabban melegedhet, mint egy folyóvíz. És tehát várható az, hogy a poliforma sok helyen előfordul, több helyen fordul elő, és az emberi hatásnak, zavarásnak abban lehet szerepe, hogy a polipformából mikor vált, illetve várt-e a medúza forma. Tehát nekünk az az álláspontunk, vagy az a feltételezésünk, hogy a poliforma sok helyen előfordul, és egyre gyakrabban vált medúza formára, amit észlelni tudunk. És akkor ez az átváltás, ehhez, ha jól értem, kell az, hogy meleg legyen a Duna, vagy az a víz, ahol él. Szóval, hogy minél melegebb, annál nagyobb valószínűséggel alakul medúzává. Igen, tehát hogy erre vannak kísérletes bizonyítékok, hogy van egy minimális hőmérséklet, ami szükséges ahhoz, hogy a poliforma medúzára váltson. Mi az a minimális hőmérséklet, aminél már elképzelhető? Tehát egy 25-26 fok, ami szükséges ahhoz, hogy a medúza forma kialakuljon. Tudni kell, hogy egy ragadozó életmódú élőlényről van szó, tehát hogy az ő tápláléka az állati lebegtetett élőlény, és az állati lebegtetett élőlények azok, akik a növényi planktont fogyasztják. Vannak kutatásaink, illetve nekünk is kutatópartnereink foglalkoznak azzal, hogyha a medúza előfordul, annak a teljes táplálékhálózatra van-e, lehet-e hatása. És hát előreugorva van olyan előzetes eredmény, hogy ugye az zooplankton pusztításon keresztül maga az alga fogyasztás korlátozódik, és ezért mondjuk egy kedvezőtlenebb állapot, tehát hogy több alga fordulhat elő a vízben, hogyha a medúza jelen van. A vízminőségnek ez egy paramétere, az alga mennyiség. Egyrészt ez egy mennyiségi dolog, tehát a víz átlátszóságát befolyásolja. Másrészt az a fölhalmozódott biomassa egy idő után be fog robbanni, tehát mondjuk egy állóvízi környezetben, vagy egy kikötőben olyan alga közösség alakul ki, olyan fajok fordulnak elő, amik problémásak lehetnek. És hogyha megjelenik a medúza, igazából egy olyan fogyasztószervezet jelenik meg, ami belenyúl egy természetes, elsőleges termelő, elsőleges fogyasztó kapcsolatba, ahol több esetben előfordul a medúza forma, az a holtágak. Itt ugye megint csak kiemelném, hogy állóvízről beszélünk. Illetve még egy dolgot, amit kiemelnék, az a folyószabályozásnak a negatív hatásai. Tehát ugye a Duna az egyik legerősebben emberileg befolyásolt nagy folyóról van szó. Tehát ő a természetes csatolt ártereit, illetve holtágait elvesztette. Egy szabályozott meder, tehát mondjuk egy holtág levágásával, hogyha az a holtág mondjuk ritkábban kapcsolódik a főmederhez, például azért, mert a víz járásba is belenyúltunk, vagy olyan trendek vannak, hogy mondjuk gyakrabban fordul elő a kisvizes periódus, akkor az az állóvízi környezet, ami szükséges a medúza megjelenéséhez, az is gyakrabban fordul elő. Az átlátszó évek óta foglalkozik a Duna melegedésével. Az általunk kikért és összegyűjtött adatok szerint átlagosan bő 3,5 Celsius fokkal melegebb a Duna most, mint a 60-as években volt. Egyre többször mérnek 25-26 fokos vízhőmérsékleteket, és egyre gyakoribbak a kisvizes időszakok is. Ezt nagyrészt a klímaváltozás okozza, ehhez járulnak hozzá az ipari jellegű tevékenységek, mint például az erőművek, gyárak, melegvíz kibocsátása.